Városunk beli Borbély Kálmán a humor szerelmese, 41 éves kamionsofőr, aki bátran bevallja, hogy gyakran alszik a munkahelyén, vagyis a 18 méter hosszú autóban, és ezért még fizetést is kap. No persze, nem vezetés közben szunyókál. Ilyenkor bőven van ideje arra, hogy kitaláljon egy-egy poént. Fellépett már Pozsonyban és Komáromban is. Én is meghallgattam őt, és bizony, már nagyon vártam, hogy véget érjen a műsora. De nem azért, mert unatkoztam, hanem hogy gratulálhassak neki. Megkérlek, mutatkozz be a kedves nézőknek. Hivatalosan Koloman vagyok, de ez egy nagyon univerzális név. Hívnak engem Kálmánnak, Kalminak, Kaminak, Kamziknak, Mama Kaminak, Kamigyes, Héti Hülye, Kali, Kalika, papa nem tudott szlovákul. Képzeld, hogy ezzel a névvel elmentem fürdőbe, Tátrába. És amikor elmondtam, azt mondták, hogy ne a vezetéknevemet mondjam. Végül elhitték, hogy ez tényleg a keresztnevem. Akkor a doktornő odasúgott a nővérkének, hogy szegény még asztmatikus is. Hallottam. Eredetileg 3 napig Tamás voltam. Aztán ugye beült a apukám, és átnevezett Kolomannak. Hát igen, nősűniek ölött végettem. Én megértem. Ezért, pont ezért, amikor valaki azt kiabálja utcán, hogy hé, Robi, én megfordulok. Sose tudhatod. Apukád így állt bosszút rajtad, hogy legalább te is megízled, hogy milyen is ez. Hol érzed magad jobban, az autóban vagy otthon? Hiszen ezek a mai modern kamionok már valóban nagyon modernek. Tudod, a kamionozás egy kicsit olyan, mintha egész évben kempingezné. Ami jó benne, hogy reggel főkelsz és munkába vagy. Nem kell villamosozni, buszozni, sehova, főkelsz és dolgozol. Most már tényleg nagyon modernek. Nekem például ma van WC a kamionba. Igaz, a kollégák mondják, hogy az hűtő, de én nem viszek nekik. Keď trúbim na teba, oblikám, to znamená, že ťa mám rád. Ale čo mám je nasrať? Idem po diálnici a predo mnou sa vlečie kamion 87. A mne to ide 88. Ty kokos, to nadávam celých 10 minút, kým ho nepredbehnem. A végzettséged egyébként géplakatos, ha jól tudom. Igen. 3 évig gépipariba jártam, ott tanultuk a tengelyt. De azt a tengelyt mink rajzoltuk, mink számoltunk, mink versét írtunk róla, a elnök helyt az volt a falon, és azt kijártam én már 3 év alatt, de az nekem nem volt elég, úgyhogy még elmentem a hölgyári iskolába, ahol leérettségiztem. Nagyon jó iskola volt. Például volt egy osztálytársam, aki minden nap 9:30-kor elment megnézni a kedvenc sorozatát, 10:30-kor visszajött, és ő is vidáman leérettségizett, azt hiszem rendőr lett, úgyhogy azokat olyan nyugodtan alszok. Mikor szeretted meg ezt a műfajt, és hogyan? Kiskorom óta imádtam Hofi Gézát, én azon nőttem fel, és nagyon megerültem, amikor idén össze konkurzus lett itt a stand-upra kijelölve, mentem, jelentkeztem is, de kiderült, hogy ezek képviselőjelöltek voltak. Igaz, az is nagyon vicces volt, de aztán mégis inkább írtam Joe Trendynek Pozsonyba, hogy kivel kéne lefeküdnem, ha fel akarok lépni Pozsonyba. Ő megírta, én felléptem, még Komáromba is, úgyhogy sikerült. Mesačne 3-4 krát sme mali bombu v škole nahlásenú. Ku koncu októbra sme si už týkali s policajtmi. Mohli sme si pohľadiť ich psa. Kalmi, Kolmi, Kalika, Robo, tulajdonképpen mi inspirál téged? Nagyon társas ember vagyok. Munkában viszont sokat vagyok egyedül, és sokszor eszembe jutnak poénok, amin nevetek, és összes személyiségen, szóval minden röhögünk ott a autóban, akik vagyunk, és gondoltam, ezt elmondom, másoknak is lehet, hogy ők is nevetnek rajta.
és akarok egy cigetet. Ugyanis minden stand-up fölépőnek van egy saját cigetje Karibikbe, ezt nem tudja senki, Joe Trendynek van 2. Úgyhogy ezért. Hát akkor nagyon sok sikert kívánok, és remélem, hogy ezen a szigeten egyszer majd találkozunk. Köszönöm.